Üdvözöllek a mai adásban, ez egy 9 hónapos kihívásnak a része, és körülbelül fél úton vagyok, hogyha új vagy ezen a csatornán, akkor kérlek, hogy iratkozz fel és támogass meg ezt az utat. Miről fogok ma beszélni? Kitaláltam neked egy kis történetmegosztást. Arra gondoltam, hogy viszonylag kevés történet osztottam meg eddig a saját életemből, viszont az ügyfeleimnél erről sokat szoktam mesélni, hogy én miken megyek keresztül, mik azok a történetek, amikből én a legtöbbet tanulok. Úgy úgy gondoltam, hogy itt van az ideje egy kis személyes történetnek, és hogy mit fogok ma elmesélni, ez egy egyik ke kedvenc 2018-as coaching pillanatomat, ami nem olyan lesz, mint amire alapból gondolnál. Nem, nem steril környezetben, nem ügyfél leszek, hanem egy baráttal. És ez most történt egyébként, nemrég. 2018-nak a decemberében, nagyjából egy hónappal ezelőtt volt szerencsém eltölteni némi időt Los Angelesben egy kedves barátommal, aki egy lányzó, és ő amerikai, vele még annó tavasszal ismerkedtünk meg. Vele töltöttünk el egy 8 napot együtt Los Angelesben, és egyszer kint ültünk Venice Beach-en, és uh, csodálatosan szép idő volt, amit el tudsz képzelni. Az óceán előttünk a szörfösök szörföznek, a gyerekek játszanak, tehát tényleg teljes mértékben filmbe, filmbe illő jelenetekről beszélünk. És akkor ő egyszer csak elkezdett uh, mesélni. Úgy kell elképzelni ezt a nőt, hogy ő egy hatalmas, erejű nőről van szó. Akkor ereje van, hogy világokat, hegyeket tudna megmozgatni egész egyszerűen, de ezt nem fölön használta az elmúlt fél évben. Még tavasszal coaching biznisze van egyébként, főként női köröket, tehát tulajdonképpen olyasmivel foglalkozik, mint én, ugye férfiakkal dolgozom főként, ő pedig nőkkel, tehát ugye nagyon jó kis kiegészítései vagyunk egyébként egymásnak így az életben, és vele beszélgettünk erről az egészről, és hát elkezdte azt mondani, hogy ő nem igazán tudja, hogy most ebben az időszakban hogyan használja ki a saját erejét, mit tegyen, mit csináljon és hogy kezd egyre rosszabbul érezni magát azért, mert, mert nem érzi azt, hogy a saját potenciáját élni, nem tudja, hogy hogyan segítsen az elkövetkezendő időszakban az embereknek, nem tudja azt, hogy hogyan fogja létrehozni azokat a dolgokat, amiket szeretne, és úgy egész egyszerűen egy olyan helyen találta magát az életben, ahol így nem tudja, hogy most akkor így mi a következő lépés, és nem tudja, hogy hogyan induljon el, érzette és remélnek a súlyát, ez nem egyedül van nyilván ezzel a kihívással. Legtöbb esetben ilyen helyzetben, főleg mivel hogy nem coaching szituációról beszélgetünk, hanem egyszerű baráti beszélgetésről, egész egyszerűen meg fogom hallgatni az illetőt, és megkérdezem a végén, hogy esetleg csak meg szerette volna osztani, vagy szeretne erre visszajelzést, egy őszinte visszajelzést tőlem. Van olyan kulcsismerősöm, aki erre azt szokta mondani, hogy félre tudja tenni, a, el tudja választani a magánéletet és a szakmát, hogy most, most mondjuk kulcs vagy barát Rolandból figyeljek rád és válaszoljak, mert akkor azt a, azt a sapkámat veszem fel. Én itt ezt nem kérdeztem meg, de úgy éreztem, hogy ez a megfelelő pillanat, amikor nem kell elengedélyt kérnem, mert hogy ő is azért szeret engem, ami vagyok, az én nyers őszintességem, amit, amit így kiteszek a világ és hogy ezt meghallgattam őtőle, ezt az érzelmes történetet, amiben benne volt minden világfájdalom, hogy ő nem tudja, hogy hogyan haladjon tovább. Azután ránéztem, és csak annyit mondtam neki, egyszerű angolsággal, hogy Fuck you! Fuck you for not stepping up! Fuck you for being so selfish and not serving people! Mit jelent ez vagy egy pillanaton belül? Csak szerettem elérzekeltetni az akkori pillanatot, azért mondtam angolul. Annyit mondtam neki, Egyszerűséggel, hogy bazd meg, bazd meg, bazd meg az, hogy nem használod az erődet, bazd meg, hogy ilyen önző vagy. És miért mondtam ezt neki? Azért mondtam azt neki, mert azt éreztem, hogy ha én most itt meghallgatnám, és uh, szépen el hinném neki azt, amit mondott, és egy kicsit dédelgetném a lelkét, akkor én lennék ebben a pillanatban a századik ember, aki ezt már idén megtette, és nem szerettem volna ezzel kapcsolatban a századik lenni. Én ki szerettem volna őt mozdítani a komfortzónájából. És tudtam, hogy ha mondok neki egy ilyen mondatot, amiben azt mondom, hogy nagyon-nagyon önző vagy, akkor elképesztően ki fogom mozdítani a komfortzónájából. Azért mondtam neki, hogy önző, mert az erő, amivel rendelkezik, a tudás, ami az ő szívében, lelkében és az ő kis fejében van, az valami hihetetlen a világnak szüksége van arra, amivel ő rendelkezik, és ennek ellenére ő önző módon azon gondolkozik, hogy hogyan valósítsa ezt meg, ahelyett, hogy lépéseket tenne. Azon gondolkozik, hogy ez ki fog, kinek fog kelleni, ahelyett, hogy megkeresni a potenciális embereket. Ahelyett, hogy a termékét fejleszteni, ahelyett, hogy azon dolgozna, hogy hogyan legyen még jobb szakember, azon gondolkozik, hogy ő elég jó-e. Ezek a kérdések nem fognak előrébb Se téged, se őt, se neki a leendő ügyfeleit, se a te leendő ügyfeleidet. Szóval ezen kérdések helyett inkább kezdj el azon gondolkodni, amely kérdések elvezetnek a megoldáshoz. Azaz, hogy ki az, akit szolgálni szeretnék, ki az, akinek értéket szeretnék biztosítani. Hogyan tudok hozzájárulni a potenciális ügyfeleimnek, a potenciális közösségemnek az életéhez? Ki az az ember, akivel kapcsolódnom kell? Ki az a kapcsolat, akit fel kell eleve, elevenítenem, fel kell hívnom, hogy előre tudjak jutni a céljaimnak az irányába? Na, ezek azok a kérdések, amik már inkább közelebb visznek ahhoz, amit el szeretnél érni. Tulajdonképpen ezt az egészet most azért mondtam el, mert szerettem volna -e szemléltetni azt, hogy néha az életben, Múltkor beszélgettem a Csendereje című videómban, beszélgettem arról, hogy fontos meghallgatni az emberi beszélgetésekben, fontos többet hallgatni, hogy általánosságban véve az emberi beszélgetésekben, mert sokszor nem figyelünk a másikra. Most viszont azt szerettem volna érzékeltetni, hogy vannak olyan pillanatok, amikor semmi más nincsen, csak az, hogy kimondod őszintén azt, amit abban a pillanatban gondolsz, és nem tartasz vissza semmit, mert az adott szemét azt szolgálja abban a pillanatban a legjobban. Akkor kutya, kötelességed. Úgyhogy arra bátorítanak, hogy innentől figyeld meg, és érezd át, hogy az adott személynek mire van szüksége, és ha azt érzed, hogy csak századszor és kibaszott panaszkodás történik, akkor fog meg minden erőt, és zúdíts, zúdíts rá, zúdíts rá, teljesen nyugodtan. ha az a szívedből érkezik, azt azért mondod, mert szeretnéd őt látni nyerni, ha azt azért mondod, mert szeretnéd látni, ahogy ő meghódítja a világot, ha hát tényleg őszintén segíteni akarsz neki. És építő jellegű a kritika, amit mondasz, ez az ég legfontosabb része hogy építő jellegű legyen, és szívből jöjjön. Hát ezt kívánom az emberi kapcsolataidból, hogy figyelj oda a másikra, és érezd meg a ritmusát a beszélgetésnek annak, hogy most éppen uh, Tafláv azt mondja az angol, hogy kemény szeretet, Éppen a szeretetnek melyik részére van szüksége a hallgatásra, vagy tényleg arra, hogy használd azt az óriási erőt, ami egyébként benned is lakozik. És ezt természetesen önmagaddal szemben is megteheted. Amikor elkezd menni a belső párbeszéd, hogy jaj, buta vagyok, nem vagyok erre képes, fogni magadat, és azt mondani, hogy végén is képes vagy rá. És najti ezek ezek letörjék a szarvaidat, vagy megállítsanak az álmaidtól. Na hát ezt a történet szerettem volna megosztani veletek. 9 hónapon keresztül minden nap érkezem egy videóval. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ha tetszik ez az egész, akkor kérlek, hogy itt iratkozz fel. A nyomsz egy támzapot, az nagyon sokat jelent nekem, ha esetleg kommentben is megosztod, hogy tanultál valamit a videóból, az pedig óriási segítség, mert akkor látom, hogy itt vagytok velem. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm a szeretetet, amit kapok tőletek ezáltal, hogy néztek minden nap a videókat. Nézőként sem lehet minden a mindennapi és krák. Torként sem egyszerű. Holnap újra találkozunk, indulok, mert uh, holnap péntektől vasárnapig Warrior tábor lesz Mátraházán, és már onnan a helyszíről fogok holnap jelentkezni. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem. Sok szeretet neked. Szia-szia!